Ne látod, mutasd. Jóska gyerek. Egész éjjeles szakás, éjszakás tévornyázás után. Inkább bebújj. Mennyit aludtál? Annyit, te nem aludtál, mint én, bazd meg a biztos. Én többet, szerintem én többet aludtam, mint te. Papa, biztos lehet. Mi kialudtuk magunkat. Köszönjük szépen a kárt. És milyen volt a szállásotok? Nyilatkozz! Teljesen a célnak megfelel. Miklós? Hideg. Mi volt az a kecskés sztori? De hát az nagyon nagy volt. Ezért azt kérdez, milyen volt a Miklós szállása? Presszortú, a Jankó Fifivel elsétált a kecske. Amúgy az izéjé volt, a Miláné volt. És elvitt a dohányot, a kecske az asztalra. Mi? Leraktam a lejlonzacskóba, ott tizéjel, milyen neve, ment mindenki után, még a gazdaboltba is betekintett. Mindenki után ment, az igen. De ez mikor volt? Hát most, máma, egy órája. És honnan vitte el a dohányodat? Mi? Honnan vitte el a dohányodat? Leraktam az asztalra, nejlon, fekete lejlonzacskóba. Ott a klub, nem? Ja, dumáltunk, beszélgetünk. Kiszagolt a dohány, mi? Nem szakította ki, csak... Mondom, kiszagolta? Ja, láttam én olyan kecskét cigarettát ezen, azzal letették. Igen. Megeszi. És el tudtad tőle? Hát elfutott vele, de aztán elejtette. Szóval ilyen... Hogy került az oda? Mondom, hogy Jankó Pici után eljött a presszótú. Ja. Aztán ugye... Az is üzéjel, hogy süttyomban, mindenki süttyomban szökött meg onnan, mert mindenki után ment. Jó, hogy nem hoztad aztán el ide. Aztán jött a Frábernek a anyja. Gusztinak a anyja, az vitte, elhúztam adzaggal, hogy na, gyerekek, itt vagyok én is. Megviseltem egy kicsit. De egy kicsit. Tegnap esti éjszakai trivornyázás után nagyon jól éreztük magunkat. Ja. Jól kibeszélgettük magunkat. Ugye kidolgozzuk magunkat egy kicsit. A ma korán van, korán reggel, azt mondja, hogy 3:11. Kezd a banda magához térni, és itt vannak a gépek, amiket majd most be fogunk röffenteni. És mi van még itt, Miklós? Mutasd bele a fiúknak, légy szíves. Én meg esőben, nehéz nekem. Ne bazd meg. Ja, a fűrészemet hozta. Igen, Attilának a elnyert fűrészét igen, hozta, igen, Mikulás. De azért pucolt meg. De ja, azt nézem, hogy megvan kínozva. Az úgy szép, ahogy van. Vagy ezt is meg kell tökoríteni, akkor. Ja, majd a verseny után. Ugye, mert azt tervezzük, hogy lesz egy ilyen 670 versus 480 CD összecsapás Kalodába, mert vastagfa híján most Kalodában, legalább papának lesz tűzifája darabolva valamennyi. Meg a két 61-50-est is összeresszük. Ezt lehet, hogy most ezt meg kell. Igen, de én arra gondoltam, ugye Kalodát összedobjuk hama, és a két nagy géppel fogunk a Kalodába vágni, viszont a 60-as vezetőt rá kell rakni mind a kettőre. Na. Én benne vagyok. Majd én három. Rá lehet tenni, mert én. Igaz, hogy stíl, szabvány, de van hozzá gyűrű meg minden, úgyhogy előleg passzolnia kell. Úgyhogy jövünk majd vissza, gyerekek. Ha még mindenki egy kicsit magához tér, meg józanodik, aztán majd hátulról bejelentkezünk a farokás mellől. Még a Miklósnak idő kell, ha jelnéz. Miklós! Mi van? Hol a söröm? Nincsen sör. Megittad. Tegnap megittad. Gyógysör? Igen. Gyógysör kell neki. Már megyek is. Nincsen dobozos még, van ezé a flakonos. Baj, mindjárt hozok ki. Mi? Stopsoros. Stopsoros. És aztán valami fát kivágja, hogy van. Már megy. Mit fogtál, papi, harcsát?
60-as vezető még úgy sem volt ezen a... 60. Nem volt rajta, még nem raktuk rá. Eddig. Még nem raktuk rá? Nem volt. Akartuk már többször, csak aztán sose került rá. Ez még akkor most mindenki fog derülni. Ráadásul... stílszabvány. Jó. Stílszabvány, és így kellőnek a betétek. Nem tudom, ez passzolhat-e rá. Istenem, de passzol, faszolni. Ez a fordítva kéne, igen? Szó. Nem tudom, mit balfaszoskodsz annyit. Nem balfaszoskodok. Ne bénázzá. Fogom menni. Ja, izé tartál, bazd meg a hülye. Aha, ez a lap, nem? Nem, a láncfeszítő. Láncfeszítő. Azt tartál. Hátra kell tekerni. Még jöttél ki kertmotoros betét. Ki jött? Nehogy. Nem, hát belepasszom. Én bénázom. Tudjuk. Tudom, hogy tudjátok, könnyű nektek nézni az elét, ahogy bénázik. Gyerekek, igen. Ki pihenten. Igen, nagy a csend, mindenki megvan a cselve. Aki van pihenve, mindenki. Nem tudom. Az olyan, mint a Zsigulikon volt a hátultól, de nem tudottam, hogy emlékezhetsz rá. Szóval a legjobban kipihent ember az itt. Igen, van, ugyis? Kipihentem. Gumi. Igen, tudom. Fáradalmaidat. Ja, félig meg lettünk. Kinőtt vécén, azt annyit, hogy csak, hogy izé valaki fulladozik. Attila még gyönyörködik. De ez nem az a szó. Alig várom, hogy beleengedjem a fába, hallod? Én így csuk már le. Faszon nagyon. Így néz ki a 60-es. Az igen. A 60-as vezető, a sima 60-as vezető. Orpáncélosok veszünk majd el, úgyis akkor nem. A pózolhatsz benne. Na, pózoljál. Szóval azt mondod, nem jó az a méret? De jó ez. Bele fogsz terve nőni. Simán. Jó fél. Várjál, nyújtsd ki a kezedet fejed felé, és mondd, hogy szara fuchsztek. Ja. Hogy volt neki? Azért van egy ilyen gépünk, ahhoz képest, hogy szar. Jó az. De hogy szar? Nem olyan szar ez. De lehet, hogy kicsi is rám bazd ki. Két XL-es. Mi? Az nem. Tök jó. Figyelj, tök jó szerintem. Kiemeli a szép férfias idomaidat. Jó kis 9. hónap. Szerintem jó lesz az a tél. Jó, aha. Emeld így fel a kezed. Ja, mert. Hát akkor kilátszik a hason. Na gyerekek, rátettük a 670-esre már a 60-as vezetőt. Ez így néz ki. A Miklós már megint a gyógycsőt, de még mindig beteg. Már össze kellett volna rakni a kaladát, Mikikém, úgyhogy állj neki szerintem, tényleg. Kifutunk az időből, megyünk hátra. Mi a lófaszt? Beindítottam, de még vágni nem fog vele maximum üzé savanyú pofát. Hát, bazd meg, megnyerte. Elnyerték. Ott a kaloda, jó? Mikulás összerakta szépen. Na, mi van be? Melegít, beindítod? Felgáz az hogy? Vagy ez már automatikus? Automata, szivatóval. Ó, te figyelj, ne. Tedd le inkább. Vagy tedd le, ezt lépjél bele, mert ez úgy... Mert aztán mindjárt földbe megy a izé a ura. Azt a kurva! Jó, szivatót vissza. Szivató vissza, úgy. Szépen akkor, hogy... Ezt a csodás Skander versenyt. Aláírod azért? De volt beindítva? Uh-huh. Már a fiat beüzemelte. Igen? Előbb. Akkor nem is kell izé?
kap meg egyszer sem. Van ebben, nem van. Nem kívás neki. Nem. Nyomtad neki, mint süket a csengőt. Bazd meg, miért nem kell neki? Ja, nem úgy mondom, nem a gázt húztat, hanem rányom, nem kellett volna rányomni. Elég éles a lánc, nem? Jó, nagyon. Jó a lánc, nem kellett. Nem lehetett látni. Hát csak be, neked szépen. Azért akart meg itt, mert ezt elkapta, tudod, de milyen nevét volt ez a vékony szál-e. Aha, azt begyűrte. Húzta maga után, behúzta, tudod? Ja, befordította. Persze, de befordította ide, itt van a másik fele, látod? Fasza. És mit szólsz a 670-esethez a 60-as vezetővel? Aztán ugyanolyan jó, mint a kisebb. Mind a 45-esre. Nincs itt. Vettel a fűrészt onnan? Erre borítom? Hát ez így működik. Gyors kipakolás. Gyors megpakolás. Két ember itt marad megrakni szépen, kettő meg bemegy, aztán átszereli akkor a 480-asra a nagy vezetőt. Na, gyere! Ugye kellett volna mégiscsak a kesztyű, gyere adok kesztyűt. Neked nem kell? Nem kell? Nem. Na. Meg vagy, Jungi? Mutasd a kamerában, milyen szépen mutat a 480-as. Hogy így, hogy? Legyen mi böki a patikát. Ja, így. Fordítva, kózolj vele, csak vigyázz bele, ne verd a vasba a vezetőt, meg a láncot. Apád ma alig várja, hogy felavathassak én. Meghúztátok, faszát? Meg. De én indítom be, igen. Ja. Ha. Egy kis kacsódra majd vigyázz, te meg. Ja. Úgy. Hát ez már. Azt mondja, hogy brum. Nem jó. Szivató ki, félgáz. Jaj. Ezt rá kell nyomni, mert anélkül nem fogod tudni. Szivató ki? Szivató ki, az kim van fél... Ne! Ja, húz ki! Jó. Amíg nem befenik egyet. Jó. Tudom. Na mi van? Várjálj meg! Ennek már befennie kellett volna. Jó, nyomj vissza. Lehet, hogy már túlszívta magát. Most csak úgy. Mindjárt betoljuk. Tehát, hogy megjavult a kapcsoló, azt le van kapcsó. Ja, kapcsol be. Basza lenni. Add ide. Na, ráncs el meg. Látod, elbasztad, Junge. Ja. És megszivattad apádat, cibálhatja. Ja. Reméljük! Két hangja van nagyon. Túl nehéz ám van. Hát itt gondolj. De benne van az anyag.
Lehet, hogy kéne egy kicsit a izén állítanom, mert nekem úgy tűnik, mintha nem akarna teljesen kipörni. Ennek még egy kicsi kéne. Kihozom a kis csavarhúzót, fog meg Miklós, légy szíves. Azt egy kicsit elveszik. Kicsit alva. Elveszik meg egy kicsit a tüzelőnyagtól, hogy jobban törődjön. Ja. Úgy nagyon kényelmetlen a rántója. Kemény. Hát. Nem mai konstrukció. Így van. Majd rakunk rá ilyen profit, hogy így jön, és akkor ott van rajta egy műzé. Mert mindjárt most lesz rajta egy picit állítva. Ne kéne indítani. Merje. Valami stabil helyre majd, hogy a kőben is jól érdekem. Na, a kutya szar már. Merje. Félgáz, Attila. Csak úgy fog. Ja, igen, mert... Álljál a felé! Menj onnan! Hát most még óvatosan. Még óvatosan, járatódjon. Tudod, ez ilyen össze, forjon minden össze benne, aztán majd meg fogod azt érezni, szerintem majd látni fogod érezni, hogy mikor mit, mennyit kell neki adni. Mondjuk az én Zolcsi, az kibaszott jól menni. Figyelj, ott rönköt vágtatok. Így van. Tehát rönkbe, ez is meg tudja mutatni magát, mindezekbe a szar izékbe, mert ugye, istenítik a kalodát, de azért valljuk be őszintén, hogy a vajfát, ami ilyen 5 meg 6 cent, és az gyerekek körfűrész, az hiába teszed bele a kalodába, látod, hogy röpül minden, meg persze akadozik, meg a fasz tudja. Kalodázni lehet ilyeneket-e? Arra jó, kaloda. Ilyeneket. Ilyen. Egy a lényeg, hogy fasza lett nagyon a fűrész. Az biztos, hogy fasza lett. Sajnálom, hogy nem tudtuk úgy demonstrálni most így, hogy nincsen nagy próbafánk. Megint a végszót, tudod? Még nincs végszó. Szarastír. Várjál. Még a 61-50-eseket még eresszük össze, nem? Meg ebből lesz azért egy holnap egy tesztvideó. Hát reméljük. Otthon van körülbelül egy ilyen
20-as, 30-as akácok. Megpakolod a bakot szépen, aztán... Nem hiszem, hogy bakban, nem... Ja, majd kitalálom. Bakom nincsen még, de majd ezt most lemintázom, majd így lehet, hogy lemásolom. Ez jó. Kaloda? Aha. Jó dolog. Na, menjünk, hozzuk a 61-50-eseket. Utolsó szó. Mondjál valamit. Erről marha jó. Kezi. Eddig van-e? Eddig állunk. Pont kifolyna egy kevés amúgy. Ja. Na nyisd ki akkor, ha kimeredj. Most belefújk ide a cuccodba. Ne, nem szokott. Na, mi a végszó? Szara? Szara Johnsonet. Kurva jönge. Más mondtál, apád nem mondta. Igen? Micsoda? Mit mondtad? Mit mondtál kim? Mit? Én nem emlékszem. Behalóztad. Mit mondott? Mondd meg. Behalózott. Na, mit mondtál? Mondjad. Hát ugyanezt. Nem ugyanezt mondtad. Nem ugyanezt mondtad. Nem, jó. Is hallod. Amikor a 480-assal vágott apád. Te nem tudom. Mit mondott? Mondd meg. Nem tudom. Na, ezt te tőled. Tőled kell. Tényleg nem tudom. Olyan, mit tudod? Szaragusz várna. Nem, amikor a apád ezeivel vágott a 480-assal, te meg azt kiabáltad, hogy szara stíl. Ja, igen, tényleg. Hát tehát? Majd ezt kell mondani. Na, majd a... Várjál! Besípoljuk, és akkor így... Attila megissza a gyógynarancsot. Igen. Lépj előre egyet, légy szíves, hadd mutassuk meg a gyerekeknek. Felsorakoztak a legendák. Fuxik. Lesz ilyen 61-50-es összecsapás, meg Attiláig szeretnék tesztelni a KS-162-es. Természetesen nem Kalodába, csak Bakon fogunk egy kicsit játszadozni velük. Úgyhogy... Megyünk is hátra aztán. Játszod azon. Attila megissza a gyógynarancsot. Meg kell jó kapcsolója vagy mi? Nem. Le van szakadva. Le van szakadva. Hát azt mondja, ki kell húznod. Még bátrabban lehet Nincs akkora hangja, mint a Attiláénak. Nem?
Majd ezt én is kipróbálom. Csak figyelj! Ha ne úgy! Ne, te, ne tépd, húzd! Nagyon meg kell érezni. Ennyi, te hogyan akarsz ezzel vágni, el sem tudod indítani. De... Egyet apád is. Olyan fasz, mondjuk be. Na, bénáztál. Hát, oda nézd. Nem, nem használtam mind a disznó. Ez meg mind a... Akárki, akármit mond, ez megy mind a disznó. Meglepődtünk mi is. Ez csak dísz. Dísz, ja. Aha. Megy ez. Jó szerkezet. Már le a kézben állj be megint, tedd le szépen. Ez most várj, ez most melyik? Mert úgy kapkodsz, Junge, hogy nem tudunk a gyerekeknek értelmes filmet bemutatni. Ez a mi szerzemény. Ez a apádnak a izéje. Ja. Amit szintén nem tud szerintem. Nem érzi, még érezni kell. Lesz az jó.
Nem túl pörög, valamiért jobban pörög. Igen. De ugye azt tudni kell, hogy ezen ennek a hengerszettje van, ja, az újabbiknak. Dupla felömlős. Lehet, hogy azért. Vagy még lehet, hogy ez ezen is, hogy még egy nagyon pici hajszál állítás is. Hiába állítasz rajta. Egy csatornás felömlős henger van rajta. Ja. Ezeken meg két csatornás. Ja, hát akkor értem. Tudod, ja, mindenféleképpen pörgősebb. Ja, igen. Persze. Nem tud, ha elveszed a üzemanyagot, akkor nem fog kozmálni a motor. Ja, igen. Ez ennyit tud, tehát ennyit fog pörögni. Valamikor a eredeti hengerre ez is ennyit tudott. Aha. Csak én nekem már ennek a hengerszettjét küldte az izé, értem, a szekeres laci, mert hogy azt már nem kapott vagy hozzá, hogy nem tudom. Meg azt akarta azt bele, beletenni el. Mit? Hát ezt a hengerszettet akarta ő. Ő nem akar semmi hengerszettet, ő oda akarta nekem adni. Ja? Aztán, hogy majd én mit kezdek vele, azt mondta, hogy majd én erre. Majd az így van. Úgyhogy erről ennyit, gyerekek, búcsúzzunk el. Ja. Köszönjük a vendéglátást. Köszönjük, hogy itt voltatok. És akkor jövő héten újra itt. Nem, majd egyszer csak beállítunk. Na.